Március 11-én csütörtökön köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. A csütörtök közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a hét legfontosabb eseményei mentén. Kövessék közösségi oldalunkat is a naponta többször frissülő hírekért. Mai műsorunkat aktuális rovatunkkal kezdjük. Ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval. A magyar emberek számára a világon mindenhol március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja. Emlékezzünk együtt a hősökre. A haza minden előtt. Már több mint 1 millió magyar kapta meg a koronavírus elleni oltást. Lakosság arányosan többen, mint Németországban, Franciaországban, összesen közel kétszer annyian, mint az Európai Unióban átlagosan. Ez jelentős eredmény, mert a szakemberek mind egyetértenek abban, hogy a járványt csak az oltással lehet megfékezni. De ehhez még több embert kell beoltanunk. Jelentkezzen Ön is oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Együtt újra sikerülni fog. Ez már a Szentes Televízió aktuális magazinja a tartalomból. Szentes pályáz a tiszai környezet megújítására, majd stúdiónk vendége Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke, aki élesen fogalmaz a települések fejlesztési együttműködése kapcsán, mutatjuk a részleteket. Szentesváros önkormányzata pályázatot nyújt be a Tisza egyes részeinek fejlesztésére. A tervek szerint kikötő és attrakció is létesülne a fürdő területén. El tudják képzelni, hogy milyen lehet a nyári melegben a levegőben elfogyasztani egy hideg italt? Mutatjuk a terveket. A Tisza és a hármas körös ölelésében fekszik városunk Szentes, amely már az ősidőkben letelepedésre csábította az embert. Ma a természetjáróknak, a vízisportok és a horgászok szerelmeseinek kedvelt úti célja Tisza és környezete. Szentesváros önkormányzata néhány hónapja álmodott egy nagyot, és megtervezte, hogyan lehetne még élhetőbbé, vonzóbbá és kihasználtabbá tenni ezt a területet. Így pályázott kikötő kiépítésére és látványra, attrakcióra egyaránt. Szabó Zoltán azt mondja, a Tisza minden szentesít, és aki már legalább egyszer meglátogatta, rabulejti és megbabonázza. Én úgy érzem, és magamban is úgy érzem, 6-7 éves korom óta, most már több mint 40 éve járok a Tiszára, és szeretem minden pillanatát, amikor itt vagyok kint, hogy igazi szívvel ragaszkodunk a Tiszánkhoz, és így is szeretnénk a jövőjét a mi jövőnkkel együtt elképzelni. Épp itt vagyunk a régi kikötő helyszínén, itt vannak ugye ezek az általam kis, illetve nagy katonai lejárónak nevezett helyek, ugye itt minden állami terület és honvédségi használatban van, és itt pont előttem vannak azok a kis halászházak, amelyek tényleg meghatározták régen Szentes történetét is és történelmét is, de ugye a Tisza-sziget is itt van, ami egyre felkapottabb, most már alig lehet telket találni, és mi is tervezzük azt, hogy oda is infrastruktúrát vihetnénk, hogy
egyre kellemesebb legyen a Tisza-szigetben az ott lét, egy kis gazdálkodás, vagy éppen horgászat, vagy kikapcsolódás, és majd lentebb, ugye az már a túloldalon a Zsub-sziget, ami akkor ugyancsak egy olyan hely volt, ahol a szentesiek szívesen gazdálkodtak és szívesen látogatták ezt a környékét. Itt mutatja meg a természet, hogy ugye a természetben olyan szépen ki van találva minden, hogy pont arra a helyre, ahol magas napfény, napsütéses órák száma, nagyon jó talaj, mennyire kell a víz az élethez. Az elmúlt időszakban azért a víz volt az úr, bár a száradás viszonylag gyorsan történik, így kényelmesen, gond nélkül indulhattunk útnak, ahol már arról beszélgettünk, hogy korábban mit adott ez a terület az akkori Tisza szerelmeseinek. Még gyerekkoromban is emlékszem, és ugye még itt vannak ezek a pici épületek, amelyek ugyanezt a célt szolgálták, a halászatot. Emlékszem, még itt a varsák ki voltak terigetve, ki voltak rakva száradva, rengeteg varsakaró itt volt. Hát maga a halászat ugye ez egy nagyon meghatározó gazdálkodási tevékenység, úgymond volt itt azért az elmúlt századokban. Ugye minden egyes szakasz fel volt osztva különböző halászok között, és gyakorlatilag ugye ebből éltek, és hát emlékeim csak még az öreg Matyi, ahogy Matyi bácsi, hogy mi hívtuk, aki ugye itt lakott legutoljára, talán ő volt még olyan szerves kapcsolat, aki mint halásszal én is találkozhattam, és láthattam azt, hogy hogyan működik ez a mesterség, és hogyan fogják a halat. Volt egy olyan múltja a partfürdőnek, amikor még 10-12 büfé üzemelt, és 1000-1200-1400 ember lejött egy hétvégén, és emlékszem arra is, hogy ilyen bokáig, tért középig érő homok volt mindenhol, és nagyon jó hangulat, mindenhol rotyogtak a kis pörköltek, meg halászlék főleg, hogy ez mindig Szentesnek egy olyan kis menekülő pontja volt, főleg amikor ilyen 35 pluszos hőmérséklet volt már nyáron, hogy ide nagyon-nagyon szerettek az emberek járni. Na nézzük a konkrét terveket, hogy elképzelhessük azt a Tiszát, amelyet a pályázat összeállítói megálmodtak. A Délalföldi Gazdaságfejlesztési Zóna ennek a lehetősége, amely egy nagy csomag Szentes több részére kiterjesztve, így a Tiszára is. Egy kikötőt szeretnénk, itt ez úgy kell elképzelni, hogy ez a szakasz a két lejáró között, ez mintegy 300 méter, 100 méterre igényt tart a Honvédség, illetve a másiktól is 100 méter, tehát pont a kettő közepén, pont ahol maga a kövezés van, és ezek a betonlépcsők vannak, oda terveztettünk mi, ez már el is készült maga a terv, egy 90 méteres kikötőt, illetve ez a helyszín alkalmas lesz arra is, hogy parkolót építhessünk ki. Ez többszöri tárgyalások során megkaptuk a Magyar Honvédségtől azt a lehetőséget, és itt köszönöm meg a Magyar Honvédség teljesen pozitív hozzáállását, hogy közös használatba kerülhessen ez a kicsi szakasz, és így a nyerapályázatunk akkor ez a kikötő kivitelezhető lesz. Nagyon kulturált körülmények között lehet majd, és ugye állandó felügyeletet is kap, mindenfajta térfigyelő kamerákkal, tehát amelyek a biztonságot abszolút szavatolni fogják, meg például olyan ökomegoldások lesznek, hogy telefontöltés, akkumulátortöltés, ilyesmire is lehetőség lesz. Én úgy gondolom, természetesen ugyanezen a macskaköves úton lehet majd ezt megközelíteni, és ugye a macskaköves út az azért egy kicsit kakukkfióka ebben a történetben, mert az közutas út, tehát avval, annak fejlesztésével, avval nem tudunk mit kezdeni, nem hozzánk tartozik, de ez gyönyörűen megközelíthető lesz, és ez a kikötő majd jól használható legyen. Én azt szeretném, hogyha rendesen funkcionálna, és legalább annyit visszahozna, mint amennyibe az üzemeltetése ugye kerül, majd természetesen úgymond pályázatot írunk ki üzemeltetése, és abban a feltételeket azért meg fogjuk szabni. Ez a rész tehát kikötő lesz ennek a funkciónak megfelelve, de van egy másik terv, amely már a partfürdőhöz csatlakozik, ez jelenti a megközelítést. Lejövünk ugye a macskaköves lejárón, akkor jobb kész felől, ha menjünk be a partfürdőre, a következő fejlesztési szakasz az maga ez a sárközi lapos út, az már önkormányzati tulajdon, és azt szeretnénk azért egy megfelelő minőségű aszfalttal ellátni, tehát hogy kialakuljon egy kellemes, komfortos megközelíthetősége
a Tiszaistvánnak, fölmértük, hogy hogyan tudnánk a közvilágításon is akkorát lendíteni, hogy ténylegesen úgy lehessen megközelíteni, hogy ez minél komfortosabb legyen, annak a tervezése is elkészült. Amikor beérünk a partfürdő területéhez, az elképzelés tényleg nem ismer határokat, nézzék csak! Egy olyan cölöpökön álló túraútvonal kezdett, illetve egy nagyon szép terv készült arra, hogy hogyan lehetne elhelyezni ilyen lombházakat a Tiszán, és hogyan lehetne egy ilyen magaslati, kinyitott területet egy emelvényről, egy ilyen napozó, vagy éppen egy italt elfogyasztó területet létrehozni a levegőbe, mert ugye mindig a levegőről beszélünk, hogy itt az áradások hatására nagyon sok mindent nem érdemes a konkrét talajszintre építeni, hanem inkább, hogy a házaink is állnak, cölöpökön álló építmények, azok, amik tartósabbak lesznek, illetve azok is kapnak igazából ugye építési engedélyt. Most már a koronaszint feletti 1 méter a minimum, amely az építménynek az alját kell, hogy megjelölje, és onnantól lehet fölfelé építkezni. Egy olyan kuriózumot szeretnénk létrehozni a Tiszai strandon, amiért érdemes lesz a turistáknak is, környékben vagy messze távolban élő ide látogatóknak is lejönni a Tiszára. Egy olyan lehetőséget próbálunk, ami nincs máshol a környéken, tehát nem csak egy egyszerű kilátót szeretnénk építeni, vagy nem csak egy egyszerű teraszt szeretnénk építeni, vagy úgymond közösségi teret, hanem egy olyan kuriózumot, amiért úgymond érdemes lesz ide látogatni Szentesre. Szabó Zoltán azt mondja, nagyon bízik abban, hogy a pályázat nyer, és a tervek valósággá válnak. Szerinte nagyon fontos állomása ez a városfejlesztésnek, hiszen ahogy mondja, a közösség és annak megteremtése esélyt érdemel. A Tiszát Szentesen szeretem, szeretjük a több száz kilométeres végtelenségig nyúló kis Tiszát, kerékpárral, túraszervezéssel, kajak, kenó, kikötők lehetősége, hogy annyira belátható nekünk az, hogy akár a gátrendszer, mint egy érhálózat ténylegesen úgy működik az országban a folyók partjainál, hogy mennyire összeköt minket minden. És akár összeköt Gyomaendrőddel, akár összeköt Kunszentmártonnal, Békéssel, vagy éppen Dóccal. Nagyon érdekes, hogy mennyire egymáshoz kapcsolódunk, hogyha látjuk ténylegesen, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz. Minden település kéri azt, hogy igen, szeretnénk akár turisztikai szempontból, akár a saját lakosságunk szempontjából, hogy akár a gátakon ilyen kapcsolat jön létre, ezt együtt el is fogjuk tudni majd érni, és ehhez Szentes is abszolút partnerséget vállalt. Közélettel és közügyekkel folytatjuk már Csongrád Csanád megye tükrében, hiszen az elmúlt időszakban folyamatosan beszélgettünk arról, hogy a megye milyen lehetőségek mentén fejleszti a területet, és milyen lehetőségek mentén tart össze a kis településekkel annak érdekében, ahogyan Gémes László elnök úr fogalmazott korábban, hogy minél hatékonyabb és minél opcionálisabb legyen majd a fejlődés, a fejlesztés. Elnök úr, köszöntöm Önt a stúdióban. A közösségi oldalán is folyamatosan posztol ezekről a találkozásokról. Milyen a kapcsolat a kis településekkel, milyen a közös munka? Köszöntöm én is Önöket és a kedves televíziónézőket. Hát mondhatom azt, hogy igen jó a kapcsolat a településvezetők között. Többnyire már minden településre eljutottam, ugye itt a Covid egy picit hátráltatta ezt a folyamatot, és ugye a személyes kontaktolást próbáltuk a minimumra tenni. És nagyon jó a visszajelzés a polgármesterek részéről. Egyébként együtt lehet dolgozni a települések többségével. Négy renitens település van, akivel azért nagyon nehéz. És hát nem is tudom a jövőben, hogy hogyan lesz, ugye ez éppen Szegvár, Márté, Hódmezővására és Csanádpalota. Ugye Csanádpalota az egy különlegessége, ott ugye elvileg előrehozott választás van, és ott vélhetően polgármester váltás lesz, hiszen a projektek ott is nagyon megálltak. De sajnos a másik három település, Márté, Hódmezővására és Szegvár, az azzal van most elfoglalva, településvezetők, hogy hogyan lehet a kormányt úgymond megbuktatni, ugye ennek volt is jele. Az elmúlt héten volt egy összejövetel Szegeden, a Botka polgármester úrnál.
Sajnálatos módon Szentes alpolgármester is csatlakozott ehhez, tehát én azt gondolom, hogy a városnak azért inkább saját magával kéne törődni, de én azt gondolom, hogy megyei elnökként azért a várost nem fogjuk hagyni, és Farkas Sándor képviselő úrral együtt a szentesi fejlesztéseket természetesen segítjük. Polgármester úrnak már rengeteg javaslattal éltünk, és hát ez nyitott fülekre talált, úgyhogy a városban a fejlesztés menni fog tovább. Bocsánat, csak kiragadnám, Szentes alpolgármestere is csatlakozott. Igen, tehát ő is jelen volt ezen a megbeszélésen, úgyhogy kicsit úgy érdekesnek is találtam, hogy most ez a legfontosabb szempont, azért azt tudnunk kell, hogy lehet a Fidesz szeretni, vagy nem szeretni, vagy képviselőt szeretni, vagy nem szeretni, vagy engem szeretni, vagy nem szeretni, de azért ennél sokkal nagyobb a tét. Itt jelenleg az irányító hatósággal, a pénzügyminisztériummal, a megyei önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata. Bizonyíték ez arra, hogy még a TOP 1-ből sikerült 1,5 milliárd forint közútfejlesztést szerezni, sikerült még 5 milliárd forintnyi csapadékcsatorna fejlesztést szerezni, és most március végétől úgy néz ki, az új operatív programoknak is néhány fejezete meg fog nyílni, és utána folyamatosan az összes többi. És hogyha ez a munka megszakad, azért komoly probléma lesz a megyében, az országban. Azt azért legyen mindenki számára világos, hogy magát az államapparátust és a minisztériumokat nagyjából 10 000 ember irányítja Magyarországon, és tudjuk azt, hogyha egy kormányváltás van, akkor osztályvezetőtől felfele mindenki ugye megy a levesbe, és igazán megbénul az egész rendszer. Tehát az, hogy itt most 3-4 évig ne történjenek fejlesztések, abba beleroppan az ország is, és beleroppannak az önkormányzatok. Én azt gondolom, hogy ezt a jelenlegi jó munkatempót, ezt a gyors és jó kapcsolatot, ezt meg kell őrizni, hiszen a települések fejlődése elsődlegesen a cél, nem a párpolitizálás. Keményen fogalmaz. Ma ön hogy látja a megye politikai palettáját, mennyire hullámzik? Én azt gondolom, ahogy az arányokból is látjuk, hogy 60 település van a megyébe, és ebből 55 az abszolút fejlesztéspárti, ez a 4-5 az, aki keresi még a helyét, és Márki-Zay Péternek néha bedőlnek, és akkor belőle szeretnének miniszterelnököt csinálni, hát itt majd a településen élők el fogják dönteni, hogy a következő önkormányzati választáson melyik irányt képviselik. A többi településen mennek a fejlesztések. Van egyébként még néhány település, ahol akadoznak operatív programok, és most nem negatív jelzővel mondom, de például Árpádhalma, aki a mi járásunkban van, ott nagyon megcsúsztak a projektek, borzasztóan elszálltak az árak, ott kiegészítő forrásra van szükség. Néhány projektet azért sikerül úgymond visszahoznunk és megvalósítani, de a többi településen helyek közel az operatív programok lebonyolítása megtörtént. Most épp készítettem egy listát, és talán egy olyan 10 projekt van, ami még nincs teljesen lezárva. Itt köztük például a szentesi piacnak a kérdése, de ugye itt is tudjuk, hogy borzasztóan eltelt az idő. Tudomásom szerint a közbeszerzésen már túl vannak, vagyis abban a fázisban van, úgyhogy hamarosan a piac beruházásnak is el kell indulnia, és a többi településen is így van, hogy folyamatban vannak már a beruházások, záróelszámolások hiányoznak, néhány energetikai fejlesztéssel volt olyan típusú probléma, hogy az adott energetikus trehányul kezelte a papírokat, és ezért nem tudnak a települések zárni, de azt gondolom, hogy ilyen 98%-ban a projektek le vannak finanszírozva, el vannak számolva, természetesen meg vannak valósítva, úgyhogy nagyon fegyelmezett magatartást tanúsítanak azok a polgármesterek, akik a településeikkel foglalkoznak, akik pedig párpolitizálnak, azoknak nem marad idő a településre. Azt mondja, nem marad idő a településre. Az együttműködés hiánya, vagy a pártpolitika az, ami ezt megakadályozza? Hát én azt gondolom, hogy ez a gyűlöletkampány, ami azért évek óta megy, azért azt látnunk kell, hogy egy ilyen negatív gyűlöletkampány, az irigység alapból, ami az emberekbe próbálják felkelteni, irigy az egyik a másikra, vagy hogyha több van, vagy más csinál. És igazán van néhány településvezető, aki ebben látja jövőjét, hogy ő politizáljon és ebből éljen meg. Ezeket nevezem én megélhetési politikusoknak, ők beleállnak ebbe a dologba, azok a településvezetők, akik pedig a közösségért szeretnének tenni, és hála Istennek nagyon-nagyon sok ilyen van, ők pedig a településükért tesznek, és a megyei önkormányzattal, a térségi országgyűlési képviselővel igen jól együttműködnek. A elmúlt hetekben is volt egyébként Csengelén egy összejövetel, ugye Farkas képviselő rendszeresen összehívja a térség a választókerületében lévő polgármestereket, egyeztetünk magyar falu programról, operatív programokról, tájékoztattuk a polgármestereket, felmérjük az igényeket, és tényleg segítünk, ahol tudunk. Ami megyei szintre tartozik, abba természetesen az én kompetenciám, de vannak olyan szintek, amikor a kormányzati segítség nagyon fontos, és ugye ő benne mindig partnerre találunk, és ami egyébként hangsúlyozni szeretném, hogy kormányzati kapcsolatok nélkül nagyon nehéz
fejlesztéseket elérni. És itt igazán nem azért, mert hogy előnyben hozza a kormánypárti polgármestert, mert ez nem így van, mert a megyét is, ha megnézzük, számos politikai irányvonal van a polgármesterek közt, vannak függetlenek, baloldaliak, jobboldaliak, és együtt lehet velük dolgozni. Tehát ilyenkor mindenki félreteszi a pártszimpátiát, azt majd a fülke magányában mindenki eldönti, hogy hova szavaz, nem buzdít se ide, se oda, hanem a közösségért tesz, és én azt gondolom, hogy ezekkel az emberekkel nagyon jól megtaláljuk a hangnemet. Nézzük akkor ezt a munkát és a megyei területfejlesztési programot. Ugye elkészült egy átfogó tanulmány, amely 2021-től 27-ig szól. Ezt megkapták a polgármesterek, és apróbb javaslatokat tettek. Miről szól ez a program? A települések, a térség, mondhatnám így, hangulatát, hogyan fejlesztik, melyik irányban, mi az, ami szükséges most a településeknek? Két nagy különbség van az operatív programok és mind megyei koncepció vagy települési koncepció között. Az első ilyen operatív program időszakban, hogy az előző megyei önkormányzat vezetése alatt elkészült egy nagy megyei koncepció. Nagyjából az elnökség összeállította néhány polgármester bevonásával, hogy mit is tartalmazzon, hogyan is kell ennek kinéznie. Meg lett ugye a megyei keretforrás, és ezt nagyjából ők szétdobálták jogcímenként, és akkor ebbe lehetett úgymond pályázatokat megvalósítani. Itt kiderült, hogy ez a módszer ez kevésbé jó, hiszen voltak olyan fejlesztési sorok, ahol maradt ki forrás, volt olyan fejlesztési sor, ahol kevés volt a forrás, volt, ahova olyan típusú szigorításokat kellett beépíteniük, hogy jó néhány település ne pályázhasson, mint például az orvosi rendelő pályázatok annó, hogy elég legyen arra a forrás. Most teljesen más alapokra tettük ezt a megyei koncepciót. Én alapvetően projektpárti vagyok, és én projektekben gondolkozok. Ugye van egy 13 vagy 13 plusz 4 éves önkormányzati vezetői tapasztalat, ami pont ugyanezt a projekt szemléletűséget hozza, és ezért is van az, hogy én minden település polgármesterét megpróbálok lelátogatni, vagy én megyek, vagy ők jönnek hozzám, és összegyűjtem azokat a projekt elképzeléseiket, amit a jövőben meg szeretnének valósítani, és minden típusút. Tehát azokat is, ami az operatív programokba beilleszthető, azokat is, ami vidékfejlesztési programokba beilleszthető, az is, ami esetleg környezetvédelmi beruházás, és mi próbáljuk azt halmazba rendezni, hogy ezek a fejlesztési elképzelések mondjuk operatív programokba beillenek, az operatív programokon belül mondjuk melyik prioritásban tartoznak, vagy a prioritásokon belül melyik pályázati kiírásban tudja majd ő ezt a pályázatot benyújtani, és ahhoz próbáljuk mi is a forrást megteremteni, hogy azon a prioritás tengelyen, azon a tengelynek a során legyen megfelelő forrás. Természetesen van valamennyi mozgástér a prioritásokon belüli későbbi átcsoportosításra, mert ugye most összeszedjük az igényeket, de egy-két éven belül ez valamilyen szinten változhat, és így tervezzük magát a megyei koncepciót és az operatív programokat, hogy ne legyen az, hogy forráshiány lesz valahol, és mondjuk egy adott településnek a pályázatát ne lehessen befogadni. És ami még fontos ebben, hogy látjuk a vidékfejlesztési elképzeléseiket. Ugye nekünk iszonyatos szerencsénk, hogy Farkas Sándor képviselő úr miniszterhelyettes az Agrárminisztériumban a vidékfejlesztési programokat így azt gondolom, hogy első kézből látjuk, és hát nagyon sokat tud ebben segíteni a településeknél. Most is volt olyan segítségnyújtás, hogy vidékfejlesztési programban például földút javításra lehetett pályázni települési önkormányzatoknak 100 millió forintra. Ugye tudjuk azt, hogy időközben az árak folyamatosan mennek föl, és itt is sikerült kiegészítő forrás néhány településnek szerezni. Tehát a támogatáson felül még 15%-os mértékig lehet kiegészítő forrást tenni, és ehhez viszont nagyon jó a politikai kapcsolat. Tudnunk kell azt, hogy egyébként a kiegészítő források azok miből állnak. Ugye euróban kapja Magyarország az EU-s forrást, és ugye forintban fizeti az önkormányzatoknál. Ugye itt is az évek alatt árfolyam nyereség keletkezett, és ezt a 2010 előtti időszakban ezt az árfolyam nyereséget az állam szépen beszívta magába, és a költségvetési réseket dugtosta vele. A jelenlegi kormányzat pedig úgy gondolt, hogy ezt az árfolyam nyereséget az önkormányzatok fejlesztésére fordítja, és ebből lehet kiegészítő forrást nyújtani, vagy ebből kaptuk például azt a 6,5 milliárd forint pluszt, de mondhatnám, hogy 9-et, hiszen a tavalyi év tavaszán azért másfél milliárdos bölcsődefejlesztés is még idézőjelben hozzánk dobott a kormány, tehát a megyei operatív programon felül 9 milliárd forint még a tavalyi évben pluszban bevágódott a
megyébe, és ez nagyon-nagyon sok településnek a fejlesztési elképzelését tudtunk ebből megvalósítani. Akár a megyei program, vagy a TOP plusz, vagy az egyéb elérhető forrás lehetőségek, ugye nyilván látjuk azt, közösségi oldalán mindig posztolja, hogy folyamatosan egyeztet a település vezetőivel, mert ez a legfontosabb. Azok a tervek, amelyek akár megfogalmazásra kerültek egy évvel ezelőtt, vagy még a vírushelyzet előtt, azért folyamatosan vannak járványügyi intézkedések. Ezek mennyire befolyásolják a már megszületett terveket? Minket egyáltalán nem befolyásol, nem is hátráltat. Tehát a személyes kontaktolás az, de ugye a mai világban azért a mobiltelefonok és az informatikai eszközök világában már ez is megoldható. Sőt, ha látni szeretnénk egymást, ugye akkor élővebes kapcsolaton is ezt megtehetjük. De a mi hivatalunk az teljes erővel dolgozik. Én ugye régebben átértem már arra a típusú otthoni munkavégzésre, hogy két hét arányában 3 napot egyik héten, másik héten 2 napot vannak, a kollégák is ugye cserélnek, hogy egy irodába egy vagy maximum 2 ember tartózkodhasson, de megteremtettük azt az informatikai hátteret is, hogy otthoni munkavégzésben is tudják csinálni a dolgokat, úgyhogy a települési fejlesztések semmilyen hátrányt a Covid miatt a megyei önkormányzat részéről hála Istennek nem tudnak szenvedni. Online konferenciákat szervezünk, ezek is rendben lezajlanak. És ami még ugye különbség az előző megyei tervezés, hogy azt gondolom, hogy az operatív programok lebonyolítása közt ugye a második dolog, amiről beszéltem, hogy van néhány olyan prioritás, amit a megye egy picit úgymond magához ragadott, és ezt a települések válláról próbáljuk a terhet levenni, és ezt megyei szinten tervezzük, és úgy is kívánjuk lebonyolítani, természetesen konzorciumban a településekkel. Ilyen például a kerékpárúthálózat, amit megyei szinten tervezünk. Itt körülbelül 100 km bicikliutat terveztet most a megyei önkormányzat. Kétféle forrásból, az egyik a magyar kormánytól kapott 112 millió forint, a másik pedig egy pályázat előkészítő alap részben uniós társfinanszírozott forrásból. És ezeket a kerékpárutokat szeretnénk is megvalósítani, tehát most ebbe a körbe már elmondható, hogy én terveim szerint egy 10 milliárd forintra fogok javaslatot tenni a megyei közülés elé, hogy ezt kerékpárútra fordítsuk. A közeljövőben ez azért a 100 km kerékpárutat nagyjából be is fogja takarni. Egy átlag számmal számolunk, hogy 1 km 100 millió forint, ez hirtelen soknak tűnik, de ahol csak zöldbe kell építeni, ott sok, de ahol mondjuk egy vasúti átjáró, vagy átkelőhely, vagy egy híd, műtárgy, vagy egy áteresz, vagy bármi, ugye az megnövelheti a költségeket, de átlagosan így tervezzük, és aztán természetesen, hogyha jobb ajánlatunk van, akkor még kilométerbe fölé megyünk. Ilyen központi tervezés úgymond a turisztika, tehát a turizmus... Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy évvel ezelőtt olyan nagy felületen jelent meg a megye az utazás kiállításon, kisfilmekkel, közös arculattal, óriási elképzelés és terv volt a turisztika egyarcúvá, vagy hogy is fejezem ki ezt magam, tehát hogy nyilván összefogva legyen ez a megyében vezérelve. Hogyan változott ez, hiszen nyilván változott az elmúlt egy év alatt? Hát maga az elképzelésünk, hál' Istennek nem, a munkamódszer az talán egy picit változott, de ugye a turisztikában is megyei segítséget nyújtunk a településeknek. Vannak egyéni projektjavaslataik, ötleteik a településeknek, ezeket is figyelembe veszük, és próbáltunk olyan projektjavaslatokat is összehozni, ami a megyén belül akár több települést is érint. Például most ez az Észak-Csongrádi rész, ez mindig is úgymond elmaradottabb volt turisztikában, viszont nagyon jó lehetőségeink vannak például a víziturizmus kapcsán. Ugye a Tisza folyó több települést is összekapcsol, vagy netán, ha másik megyébe még átugrunk, akkor a Körösön keresztül a Körös, a Kurca, Tisza kapcsolat, és ebbe is van egy komoly programunk, ahol a településvezetőkkel rendszeresen egyeztetünk. Ugye itt, aki a vízpartján élő települések, ezek mind tudják, hogy miről van szó. Itt Szentesen is van már például a Szent Jupát Egyesület, hagyj említsen meg a nevüket, akik komoly lépést tettek már előre az aktív szabadidő turizmus területén. Ők jelentik Szentesen az aktív turisztikát. Én azt gondolom, igen, és rájuk viszont építeni kell, és az ő programjukat ki kell bővíteni, hiszen ez egy nagyon fantasztikus elképzelés, és nagyon jól működik, tehát velük is felvettük a kapcsolatot, és sokat segítenek egyébként nekünk is a turizmusnak ezen részén. Ami egy örömhír, hogy az önkormányzatnál már alakult egy mini csoport, aki turisztikával is foglalkozik, és egy szentesi hölgy lett a vezetőjük, aki igen magas szinten képezte magát turisztikában, tehát ez is azt gondolom egy komoly előrelépés a megyében. És hát tényleg a települési vezetők ezt örömmel veszik, hogy kapcsolt programok vannak, egy összefogás van, egyben nagyban gondolkozunk, és hát ezáltal tudjuk őket
segíteni. Ugyanilyen halmaz egyébként a közútfejlesztés, ez az előző időszakban is nagyjából így volt, csak volt egy olyan 1,8 milliárdos keret, ebből újulhatott meg azért néhány közút, hogyha csak így a szűk térségünket említem, akkor a Baksi Kompra vezető út, vagy a Csanytelek fő utcájának egy szakasza, vagy a Szegvári fő utca körforgalommal, ami ebből a közutasból, és természetesen a megye más területén is voltak ilyen fejlesztések. Most jelenleg ez az 1,8 milliárd forintot én úgy terveztem, hogy ez 10,3 milliárd forint, tehát ez több mint ötször akkora, és itt a mi térségünkben is csak hagy ragadja ki két utat, az egyik pont a szentesieknek nagy vágya, vagy inkább úgy mondom a magyartésieknek, a magyartési bekötő út, ami első prioritásként bekerült, ugye ezt sokszor is hangoztattam, hogy polgármester jelölti kampányomba ez szerepelt, és polgármesterként nem tudtam megvalósítani, de nagyon örülök neki, hogy megyei elnökként viszont sikerülni fog. És ami a mi választókerületünkben, vagy itt a térségünkben van, az Eperjes-Fábián közti út, ami borzasztó rossz állapotban van, ez is első prioritásként bekerült. Aztán természetesen vannak még további utak terve, például Bokrosnál egy másfél kilométeres szakasz, vagy akár mondhatom a Tiszának a másik oldalán lévő településeken is még néhány fejlesztés, de első körben ebből a térségből ezek vannak benne. És hát ugye ez a három olyan nagy jogcím, amit megyei szinten tervezünk, emellett még ugye lesznek energetikai korszerűsítések, mint kormányzati intézmények területén, Szentesvárosában is segítünk tervek előkészítésében, egy sportlétesítménynek az energetikai korszerűsítését, de mondhatom azt, hogy tervezés szempontjából a terveit el fogjuk készíteni a Kinizsi pályán régóta álmodott csarnoknak az építésére, úgyhogy számos olyan projekt van Szentes településen is itt, amit a megyei önkormányzat vezetésével és a mi finanszírozásunkban a terveket el tudjuk készíteni, ezt díjmentesen fogjuk a város részére majd átadni, és az operatív programokban, amikor a kivitelezési pályázatok megnyílnak, akkor természetesen a pályázatírásban is segítségre nyújtunk, amennyiben szükség van rá, és a forrást is meg fogjuk ezekhez a fejlesztésekhez teremteni, de számos más településen is. Körülbelül egy olyan 35-40 projektnek az előkészítését megyei szinten a megyei önkormányzat magára vállalta, és a települések helyett ezt meg fogja csinálni, és díjmentesen a települések számára át fogja adni. Az egyes prioritáson belül két halmaz lesz jobban, két nagyobb sor, az egyik az élhető település, a másik pedig a városfejlesztési sor. A városfejlesztésben néhány város önként be fog menni, és akkor ő csak ott fog tudni pályázni. Az élhető településben onnantól kezdve bárki, és abban lesznek benne ugyanúgy a kerékpárút, a csapadék elvezető rendszer. Úgy néz ki, hogy belterületi útjárda jogcímet is sikerül elérni, hogy külön legyen, de ebben lesznek a sport, a kulturális fejlesztések, tehát az összes többi olyan településfejlesztési vagy városfejlesztési dolgok, amire az elmúltban is lehetett pályázni. Lesz külön orvosi rendelő, és oda sikerült betenni a szociális intézmény felújítási sor, és a bölcsőde óvoda fejlesztés mellett úgy néz ki, hogy meg fog jelenni az egyéb közoktatási intézménynek a fejlesztése is. Tehát itt is tudjuk, hogy Szentesvárosában néhány középfokú intézményt is fel kellene újítani, mind energetikai korszerűsítés, mind egyéb általános felújítás kapcsán. Úgyhogy nagyjából ez a megyei terv így áll össze, hogy a települési igényeket figyelembe véve egy nagy megyei koncepcióba rendezzük az összes település fejlesztési elképzelését. És egy nagy levegő így a végére, mert tényleg elég sokrétű ez a munka, amely gondolom, hogy óriási nagy összhangot és összehangoltságot igénye. Egy levezetésképpen még egy ilyen téma, hiszen talán a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat ilyen módon még nem is szólt a fiatalokhoz egy pályázattal, egy-két perces kisfilmeket várnak, és így szólították meg a fiatalokat, és nyilván tanító jelleggel is, hiszen a megyei értékeket várják. Ennek meghosszabbodott most a határideje április 16. Tehát ez is egy mód, és lehet ezzel nyerni. Igen, ugye mi fontosnak tartjuk a fiataloknak a bevonását is. Maga az önkormányzati világba is, hiszen gondolnunk kell arra is, hogy majd valamikor az utódlásokat meg kell oldani, és én mindig azt mondom, hogy egy adott ágazatban, egy adott szakmában fontos az, hogy a fiatalokat időben kezdjük el képezni, tanítsuk meg őket, és meg előbb is hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen jó dolgok vannak. Ezt tesszük mi egyébként az agráriumban is, már évek óta a Fiatal Gazdák Szövetségén keresztül, de én azt gondolom, hogy a politikában is, a helyi önkormányzati politikában is kell készülni arra, hogy a fiatalokat minél több mindenbe bevonjuk, hiszen a döntéshozók lehetnek később belőle, és a településeink életét fogják meghatározni. És hát a megyei értékek, ami egy nagyon fontos dolog, ami a fiataloknak megmutatja, hogy milyen volt a megyének a múltja, milyen értékek vannak, amiket meg kell őrizni, és az értéktár
pályázaton nyert, vagy egy Hungarikon pályázaton nyertük az értéktár bemutatására az Agrárminisztériumtól forrást, és akkor itt ilyen kis filmeket várunk a fiataloktól. Meghosszabbítottuk a határidőt, mert azért a február hónap is az a borongós, esős, hideg, nyírkos időjárás volt, és igazán menni is nehéz a Covid miatt, de azért a felvételek is olyanok, és azért annak most itt ellenére, bocsánat, hogy a megyében van a napsütéses óráknak a legtöbb száma. Igen, és hát ugye ebből nagyon kevés volt februárban, egyébként pont a Dunántúlon most szinte ott végig sütött a nap, úgyhogy megcserélődött ez a dolog, de most a március egy nagyon szép időjárás prezentál, és ezért meghosszabbítottuk a határidőt, hogy a fiatalok, minél több fiatalnak legyen lehetősége ilyen filmet készíteni. Érkeznek be a remek művek, úgyhogy látjuk, hogy úgy néz ki, hogy a célt ez elérte, és a fiatalok körében ez nagyon népszerű. És amit említettem már, hogy a képzésük, ugye a civilekkel is nagyon sokat foglalkozunk, mint megye önkormányzat, ugyanis nem csak a fiatalokkal, az idősebbekkel is. Az EU-s fejlesztések kapcsán is a civilekre nagy hangsúlyt fordított a magyar kormány. Ugye létrejöttek helyi akciócsoportok a kis települések szempontjából a líderszerű pályázatok. A városoknál ezt ilyen CLLD-nek hívják, és ugye helyi akciócsoport néven futnak, civil szervezetként működnek. Ugye Szentesen is tudjuk, hogy van egy hacs, mindenki kérdezte, hogy mi az a hacs, és ugye elmentek már a szlogenek, hogy helyi adócsalók, de ugye a hacs az a helyi akciócsoportot jelenti. Szegeden is van kettő, és a többi városban is van, és nagyon sok kis településen, például a mi térségünkben is Csongrádon működik az a hadsiroda, ami több települést itt a térségben összefog. Igen, jól működnek itt is, rengeteg projektet tudnak bepályázni a helyi civil szervezetek, alapítványok, és nagyon sok helyen még a kisvállalkozók is pályázhatnak forrásokra. A városi hadsok valamiért ott is megint egy kis űr van, tehát Szegeden is az egyik hadcs az jól működik, a másik az szinte teljesen el se indult. Hát a Szentesinél meg sajnos most a napokban hallottuk, hogy rendőrségi razzia volt itt az irodában, és talán a gépeket is lefoglalták. Hát én elnök urat hivatalosan is meg fogom keresni, hogy tájékoztasson arról, hogy mi folyik itt. Hát reméljük, hogy nem a fejlesztési pénzek körül vannak problémák, hiszen annyit tudni kell, hogy ez a líderszerű helyi akciócsoportos forráselosztás, ez pont az a jó benne, hogy az akciócsoport tudja eldönteni, hogy az adott csoporton belül mire felhasználja fel a forrást. Itt Szentes városát is érinteni egy 400 milliós forrás. Tudom azt, hogy nagyon sok szentesi civil bepályázott már, és hónapok óta várnak a pályázati bírálatra, és egyszerűen valamiért nem jutnak a forrásokhoz. És sajnos azt is tudjuk, hogy vannak olyan pályázatok is, akiknek viszont nem szentesi érdekeltségűek. Tehát elnök úr arra majd választ fog adni, és nagyon reméljük, hogy ez a forrás a Szentes város javát fogja jövőben szolgálni. Másik oldalról hivatalos tájékoztatást ön már kapott, vagy kért? Nem, én is a közösségi oldalról értesültem arról, hogy itt a napunkban volt egy ilyen botrány, és hát természetesen, mint fejlesztési forrás, a megyei önkormányzatnak tudomásának kell lenni minden hasnál, hogy mi történik, hiszen ők is EU-s forrást és ma hazai forrást használnak föl, és hát rá fogunk kérdezni, hiszen szentesiek minket is azért bombáznak, hogy bent vannak a pályázatok, és akkor mi van itt is, nagyon sok tényleg helyi civilnek, akik évek óta jól működnek, közösségi programokat szerveznek, sportegyesületek pályázatai vannak beragadva. Nagyon reméljük, hogy nem ezek körül van a probléma. Köszönöm szépen, nem innen, hanem majd a fejlesztések megvalósításával folytatjuk legközelebb is, hiszen sokat terv az elképzelés, jó munkát kívánunk hozzá. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is. Ezzel aktuális magazinunk véget ért, a reklám után jön közéleti magazinunk, maradjanak velünk. Kertészek, figyelem! Nagy kárt okoz a tripsz paprikában? Nem bír a sok lisztecskével paradicsomban? Tönkreteszi az állományát a levéltető és a takácsatka? Már a vegyszerek sem oldják meg a problémát? Akkor önnek csak a Holland Koppel cég hasznos szervezetei segíthetnek. Zöldségben és gyümölcsben kötődésfokozásra ajánljuk a Natupol poszmé kaptárainkat. Több mint 10 év tapasztalatával várjuk érdeklődésüket a Szentes Bio Kft-nél. Keressen minket! A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok.
Új Stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Éld át a RED szabadságát! Válassz RED tarifa csomagot havi 8990 forinttól vezetékes szolgáltatás mellé. Ready? Vodafone. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. 5%-ra csökkent a lakásépítés áfája, és akár 3 millió forint is járhat lakásfelújításra. Bértámogatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. Jár-e veszéllyel a beoltás? Az oltás ma nagyon modern technológián alapszik. Az oltásnak reakciója van, az azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszerét beindítja, ennek következtében érezhetünk bőrpírt, hidegrázást a beadását követően, azonban jelentős szövődményeket extrém ritkán találunk, azok is gyógyítható szövődmények. Ezzel szemben sajnos a COVID-19 fertőzésnek súlyos következményei vannak, lélegeztetőgép, halál, sok szervi elégtelenség, adott esetben COVID-fertőzés után hosszantartó betegség, amely nem összehasonlítható bármely vakcinának az esetleges minimális úgynevezett oltási reakciójával. Az oltás a legerősebb eszköz a koronavírus ellen. Regisztráljon ön is! vaccinainfo.gov.hu készült Magyarország kormánya megbízásából. Ez már a Szentes Televízió közéleti magazinja a tartalomból. A Covid után egy évvel Szentesi Zöldi Lászlóval, az ismert publicistával beszélgetünk online terünkben. Majd az Árpád Agrár ZRT szegvári telephelyére látogatunk el dr. Csikai Miklós elnök vezérigazgató úrral. Mutatjuk a részleteket. Szentesi Zöldi László szerkesztő riporterként és újságíróként dolgozott a Magyar Televízióban, a Duna Televízióban, a Magyar Nemzetnél, a Magyar Hírlapnál és a Magyar Demokrata főmunkatársa. 1999 óta néprajzi, történelmi, külpolitikai, gasztronómiai tárgyú könyvei jelentek meg, legutóbb a tavalyi évben a Mindenség visszaperlése címmel, melyben gyermekkori és külpolitikai tudósítói emlékeibe is beavatja az olvasót. Ma a Szentes Televízióban a COVID egyéves fennállásáról, hatásairól és szülővárosáról is kérdezzük az ismert publicistát. Tehát online az éterben köszönhetem már Szentesi Zöldi László publicistát, akivel témánk Magyarország a Covid után egy évvel, és talán érdekessége, hiszen ő úgy fogalmazott közösségi oldalán a tegnapi napon, hogy betegségünk harmadik napján csak annyit mondok, ez nem közönséges influenza. Köszöntöm tehát online-ban, hogy érzik magukat? Köszöntöm a kedves nézőket Szentesen, és máshol is, ahol nézik ezt a beszélgetést. Hát azt hiszem félmillió sorstársam van, aki COVID-fertőzött még rajtam kívül, tehát sok újat a betegséggel kapcsolatban elmondani nem tudok, szerintem ezek ismert tények. Viszont ezt a bejegyzést azért tettem közzé, mert kezdetől fogva gyanakodva figyelem a vírustagadók tevékenységét. Egyébként megjegyzem,
azért nagyjából közmegegyezés van abban, hogy ez egy nagyon komoly betegség, és amikor az ember találkozik ezzel, vagy szembesül, akkor arra gondolom, hogy szívesen elcserélném a fertőzésemet azokkal, akik szerint ez nem is létezik. De ez nem valaki ellen irányul ez a bejegyzés, vagy ez a pár mondat, hanem inkább tulajdonképpen csak a magam szerint módján szeretném felhívni a fontosságára a figyelmet. Ugye említette, hogy hullámzó nyilván a lefolyás, és hol rosszabbul, hol jobban érzik magukat. Én így is köszönöm tisztelettel, hogy így vállalta ezt a beszélgetést, és nézzük is. Szentes hírként fél lábbal, fél kézzel, minden. Köszönjük szépen. Tehát rátérnénk akkor a beszélgetésre, de talán előtte néhány gondolat, hiszen a tavalyi év már, ugye, hogy egy éve megjelent a koronavírus, és itt van velünk, viszont az elmúlt évben az ön életében is nyilván történtek olyan változások, ami nem ebből kifolyólag, de érintette a munkát, érintette a közéleti tevékenységet, gondolok itt a televíziózásra, illetve arra a közéleti megjelenésre, amiről ön úgy nyilatkozott, hogy talán, hogy az ember sok-sok éve ugyanazt teszi, illetve ugyanaz a munkája, beskatujázhatják, ön így nyilatkozott. Ez egy átmeneti szünet inkább, vagy valóban úgy gondolta, hogy most a közszereplés ezen részét befejezi? Van egy magyar film, az egykori P-Mobil és Hobo Blues Band részvételével készült. Kopaszkutya ez a címe, és ennek a filmnek a nyitó jelenete az, hogy egy vidéki művelődési ház színpadán a zenekar iszonyatos erővel játssza a Johnny B. Goodot, egy vérbeli rakendolt, és amikor véget ér, de felszálltják a színpadot, tehát mint a Hollywoodban vagy Long Beach-i arénában játszanak nagyjából úgy muzsikának, és amikor vége látjuk, hogy egy kiürült műfázban volt ez a hatalmas felhajtás. És akkor valaki azt mondja a zenekar tagjai közül, hogy nem lehet örökké a Johnny B. Goodot játszani. Én 30 éve vagyok újságíró lassan, és igazából kisebb-nagyobb kanyarokon mindig televízióval telt ez a 30 év, tehát sok mindent csináltam, de a televízióhoz nagyjából végig, a televíziózás végig kísérte a pályámat. És most érzem azt, hogy egy picit be kell húzni a kéziféket, mert sok volt egyszerűen az életemben ez a fajta megosztottság. A televízió, az újságcikkek írása. Mindig dolgoztam könyveken, most is van egy jó témám, amit szeretnék befejezni. Meg hát kiváltottam a horgászengedélyemet tavaly évelején, úgyhogy nem mondom meg, hogy hol, csak annyit mondok, hogy a kurcán ősszel fogtam egy 68 centis csukát, ami felbátorított. Már itt a Dunán pontyokat fogtam évközben, úgyhogy szerintem, meg sülőt is fogtam egyébként a Vekeren. Úgyhogy röviden szólva most már így 50 körül ezek azért fontosabb prioritások, mint megváltani a világot. Úgyhogy alig várom, hogy felgyújuljak, és akkor megyek megint. Valószínűleg sülőt fogni meg pontja. Elkészült egy kötet is a tavalyi év kapcsán, ugye kerek évforduló születésnapra talán, hogyha asszociálhatok, egy negyed évszázados munkásságot mutat be, a mindenség visszaperlése. Mit jelent tulajdonképpen, hogy a mindenség visszaperlése? Sokáig gondolkodtam, hogy ezt a címet adjuk, ez egyébként az egyik esszé címe a könyvben, nagyon-nagyon elvontnak, és olyan kicsit ilyen betegesnek hangzik, hogy mindenség visszaperlése, meg ilyen sznob hülyeségnek. De hát aztán rájöttem, hogy igazából mi európaiak és magyarok az egész mindenséget kell, hogy visszapereljük, mert 20-30 év alatt teljesen kicsúszott a lábunk alól a talaj, tehát egyébként önmagában a járvány is jelzi, hogy egy hitem szerint egy korszakforduló kellős közepén járunk, és olyan globális kihívások vannak egyébként a most nem fogom elkezdeni sorolni, de ezt mindenki pontosan tudja, amelyekről mondjuk 1977-ben, amikor, vagy 76-ban, amikor a Petőfi Sándor általános iskola küszöbét átléptem, akkor hát nagyon nem úgy nézett ki, hogy ez 45 év múlva valóság lesz. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy ennek a címe ezért lett, az egyik eszé címe is a könyvben. A mindenség visszapelés, és az aténi Parthenon van a borítón, amely a keresztény örökséggel együtt az antikvitás jelképe is jelképezi mindazt, ami szép és jó Európában, és ami a gyerek szerint elmúlóban van. Ugye szerepel benne nyilván a gyermekkor, szerepel a kezdetek, szerepel benne Szentes. Azért ez sok olyan interjúban is mindig kiemeli, szívesen emlékszik vissza, amikor az ön munkásságáról, életéről kérdezik, mit jelentenek a gyökerek. A gyökerek tudják megadni már azt, hogy talán így beszélhetünk egy negyed évszázados munkáról. Mindenképpen megalapozza azt?
Hát szerintem nem fognak megsértődni a csongrádiak és a vásárhelyek, ha azt mondom, hogy van valami titokzatos erőközpont Szentesen a Kossuth tér alatt, mert a szentesiek szerintem ilyen nagyon furcsa és különleges emberek. Például nagyon viccesek, tehát hogyha belegondolunk, hogy ugye Cserna Szabó írja valahol, hogy, vagy egy interjúban mondta, hogy a szentesieknek ilyen limeszen túli barbár humoruk van. Horváth Jancsi, Badár Sándor, vagy a komolyabb műfajból Gáspár Sándor munkássága bizonyítja, hogy itt valami tényleg van. Én azt gondolom, hogy Szentes különleges hely is az elmúlt évtizedekben azok a barátaim, vendégeim, akiket elvittem a városba, és egyébként köztük pestiek, dunántúriak, akik talán azt hitték, hogy valamilyen porfészek lesz. Egy tátott szája nézték a megyeházát, meg a városházát, a Kossuth teret, meg a ligetet, meg a horgászatok. Tehát Szentes tényleg egy nagyon frankú hely. Egyébként hozzáteszem, hogy gyakran úgy van ez, hogy ha ott él az ember, akkor ez nem érinti meg ez a különlegesség. Tehát ezt ismeri. Én emlékszem, hogy amikor Szentesről Szegedre költöztem, akkor egy kicsit már nosztalgiáztam Szentesről, aztán Szegedről Pestre, akkor már Szeged töpörödött össze egy kicsit. Szóval az, soha nem jó, ahol az ember él, de annál jobban megbecsüli azt, amit elhagyott, és most már ívél hosszú ide, és rendszeresen járok az a Szentesre pecázni, édesanyámat meglátogat. Úgyhogy ez nagyon, nagyon fontos. És azért Budapesten a panorámával nyilván elkezdődött egy szakmai út is, és ebből kifolyólag nagyon sok külföldi lehetősége nyílt arra, hogy nem csak a munkáját végezze, hanem nyilván megismerje, befogadja a különböző nemzetek identitását, mindennapjait. És meg is érkeztünk a témánkhoz, amely a Covid után egy évvel címet kapta, illetve helyzetet és elemzést. Mit jelent a társadalom szempontjából az, hogy történt valami, amire ugye talán sokan nem számítottunk, és nem számítottak, és nyilván Magyarország, de hogyan fogadta ezt a világ egésze? És mondjuk itt adódik is a kérdés rögtön, hogy társadalom. Amikor a társadalomról beszéljük, azt mindig időközönként kell definiálni, ahogy múlik az idő, ahogy változik a történelem és történnek a dolgok, mindig új jelentést kap? Ez a második rész az egészen filozófikus a kérdés, de ha próbálják előtte erre válaszolni. Szerintem a történelemben nincs fejlődés. Tehát az ember ugyanaz a gyarló vagy kitűnő elme. A fejlődés annyi, hogy mondjuk Káin késsel szúrja le Ábelt, ma pedig nukleáris fegyverekkel oltjuk ki a másik ember életét. Tehát van technikai fejlődés, de az ember lényege nem változik. Tehát ha elolvassuk a Madástól az ember tragédiáját, akkor pont ebbe az örökös ciklikusságba látunk bele, az, hogy van egy koreszme, ami fellendíti azt a színt, azt a kort, ahol éppen játszódik, majd utána kiüresedik, jön egy újabb, egy erősebb, az elsőpri szintézist hoz létre, és a történelem így halad tovább. Tehát én nem hiszek szemben a kommunistákkal, és részben a kereszténység képével is, amely egy folyamatos megigazulásban mutatja be az emberiség történelmét. Én inkább az antik alapokon állok ebből a szempontból, hogy a görögök vagy rómaiak tudtak, hogy az embert hülyeségeivel, erényeivel együtt kell elfogadni. Tehát nem kell forradalmat támasztani állandóan, nem kell azt mondani, hogy mindig újra kell mindent kezdeni, hogy örökös nyugtalanságban tartani a társadalmat, mert, és akkor most hadd térjek rá a Covid-ra, látjuk azt, hogy mennyire fontos a megnyugvás a társadalomban. Tehát itt van egy világjárvány, amely mondjuk sokak szerint nem létezik, de mondjuk én szomorú élő tanúbizonysága vagyok, hogy mégis létezik, mert akkor nem fájna a torkom ennyire. És ez a Covid, ez nagyjából ugyanaz most az életünkben, mint a spanyol nátha járvány volt a 20. század 10-es évének végén. Na most ez a rossz hír az, hogy az életünk soha többé nem lesz olyan, mint a Covid előtt. Tehát ez egy hiú csalfa remény. Először is évekig itt fog maradni még ez a vírus velünk, tovább szedi az áldozatait. Ki tudja, hogy meddig fogunk maszkot viselni, ki tudja, hogy meddig rettegünk az érintkezéstől. De ami ennél fontosabb szerintem, hogy ez egy ilyen lórugásszerű figyelmeztetés annak a nyugati civilizációnak, amely feléri a tartalékait. Feléri erkölcsileg, feléri a természeti tartalékokat, kifosztja a környezetét, a természetet, zsarnokoskodik, társadalmi ambíciókat mutat és táplál, megpróbál megrendszabályozni más népeket, más társadalmi berendezkedéseket. Tehát egész nyugati civilizáció válságáról is szól ez. Tehát valahogy egy időben jött figyelmeztetésként is fel lehet fogni, és szerintem a tanulságokat le kell vonni mindenkinek a maga
ugyanis szintjén, amennyire képes erre. Erre a tanulság levonásra mennyire állunk mi készen, hiszen ahogyan ön is fogalmazott, talán az újrakezdés, és igen vagy nem, hogy erről szól, de mennyire értjük mi azt, hogy valóban megváltozik az életünk, és valóban akár új perspektívákat, vagy ilyen értelemben talán az újrakezdést választhatjuk? Ez kizárólag egyéni elhatározás kérdése, tehát teljesen különböző tudati szinten vagyunk. Tehát két ember totálisan különbözik. Más, van, aki, mint láttuk, el sem fogadja azt, hogy van ilyen járvány. Aki letépi magáról a maszkot egy budapesti demonstráción, és szabadnak érzi magát. Mások pedig a baráti körömben, ismerősi körömben lélegeztetőgépen küzdenek jelenleg is az életükért. Tehát különbözőek vagyunk, különböző felfogással, különbözően csoportosítjuk a tényeket. Tehát itt ilyen társadalmi recept vagy megoldás nem lesz. Itt mindenkinek magában kell felállítania valamit, amit ő elgondol erről az egészről, és akkor azt képviseli. De hát a felelősség az önmagunké, tehát ebben az ügyben, vagy a világ minden kérdésében az ember csak önmagáért felel. Minél öregebb vagyok, annál inkább ezt gondolom, hogy valahogy azokra a dolgokra kell koncentrálni, ami igazán fontos nekünk, a barátainkra, a családtagjainkra, a szülővárosunkra, tehát körülbelül ilyen köröket lehet meghatározni. Mindig gyanús volt nekem, aki az emberiség üdve mellett tör lándzsát, tehát ugye a régi dolog ez. Talán a Rousseau volt, ha jól emlékszem, aki az volt a egyik közkedvelt módszere, hogy arisztokratától márkító pénzkunyarája, hogy ilyen rongyos ruhákba jelent meg korabeli fogadásokon, és akkor mindenki megsorálta, hogy szegény értelmiség, és akkor nyomták a zsebébe a pénzt, ez egyébként most nincs sokkal másképp. És a lényeg az, hogy az egyik Márki végighallgatta a Rousseau hosszas papolását az emberiség üdvéről, és azt mondta a fáma szerint, hogy barátom, minél többet hallgatom magát az emberiségről szólni, annál inkább azt gondolom, hogy kevésbé érdeklik az emberek. Tehát, hogyha mi ilyen kategóriában gondolkodunk, és mondom, a forradalmi világ megváltás felé haladunk, a nagy összefüggések átlátása, mi még a kis összefüggéseket sem látjuk, hát teljesen sérülékenyek vagyunk. Jön egy vírus, odavág, és hálátlathatunk a gondviselésnek, ha túléljük. Tehát ne akarjunk szerintem egyik hétfőről kedre társadalmi modelleket váltani. Na, röviden ennyit erről. Világos. Ugye teljesen megváltozott a személyes találkozás, az élményeknek a megélése a Covid-dal. Ugye itt gondolok nyilván az egészség érdekében történő bezárásra, a karanténra, a vizsgálatokra, mi is online módon tudunk beszélgetni, nyilván ez a legbiztonságosabb forma, de a mindennapokban, ami érték az értékeinkre, kultúránkra, ez hogyan tudhatni, és kinek van, és hogyan ebben felelőssége, hogy valóban ne sérüljön az a közkincs, ami több mint 1000 éve megteremtődött? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és erről órákat lehetne beszélni. Talán az a válaszom erre, hogyha az elmélyülést tekintjük ennek a járványnak az egyik fő következmények, tehát megvan az esélye, hogy néhányan elgondolkodnak arról, hogy miért vannak a világon, vagy mit tettek eddig rosszul, vagy mit, hogy el vagyunk zárva a szüleinktől, a rokonainktól, akkor milyen jó lenne most velük lenni, például karácsonykor milyen jó lett volna együtt lenni, pedig máskor kötelességszerűen utazunk el karácsonykor, vagy töltjük együtt az ünnepeket. Tehát ha ilyenfajta következményekre gondolok, akkor azt gondolom, hogy még jól is kijöhetünk belőle, de mondom, tehát itt ismételni tudom önmagam, hogy a felelősség szintje az egyes emberben van, tehát itt nem a kormánytól vagy az ellenzéktől kell a megváltást kérni, azok csak összezavarják az embereket, tehát egyelőre egyetlen egy példát hadd mondjak, politikai hitvallás kérdése, hogy orosz és kínai vakcinával kioltatja be magát. Most hiába finomkodunk, ez így van. Tehát az ellenzéki pártok folyamatosan ágálnak a kínai és az orosz vakcina ellen, míg a kormány tüntetőleg ezzel dúsította fel a hazai készleteket. Most, aki szentesen ismer engem, tudja, melyik oldalon állok, tehát nem mondok semmit. Nem erről akarok beszélni, hogy kinek van igaza. És hozzá is teszem, hogy én nem értek ehhez. Ez nagyon fontos. Amikor beszélgetünk, hogy az interjút meg fogjuk csinálni, akkor elmondtam, hogy nem biztos, hogy én vagyok az alkalmas elem, és nem álszerénységből, én nem értek a Covid helyzethez. Csak még egyszer mondom, hogy politikai hitvallás kérdése például, hogy ki milyen vakcinát akar, vagy mit tart veszélyesnek, biztonságosnak. Úgyhogy kevesebbet kellene a politikára hallgatni ebből a szempontból, és többet a saját eszünkre, a saját meggyőződésünkre, már akinek van, azért
azért valakinél az ésszel kéne kezdeni, azért nagyon sok ilyen ember is van. De hát, abból a nagyon sokból, ami jutott másnak, nem lehet osztogatni, tehát kinek mennyivel miért a jó Isten. Úgyhogy röviden ez a véleményem, hogy nem nincs társadalmi tanulsága, nincs egy társadalmi vetülete ennek olyan értelemben, hogy most akkor egy nemzetnek, vagy egy földrésznek, az Európai Uniónak valamit másképp kéne csinálni. Az Európai Unió egyre arra sem képes, hogy a vakcinákat leszállítsa. Tehát azért lássuk világosan, hogy meg ugye az Európai Unióban valami stratégiát felépítenek, ezt magam is láttam Brüsszelben sokszor, akkor rászállnak 43 évet, mire ott konszenzus lesz, mert az Európai Unió a konszenzus művészetéről szól. Úgyhogy szerintem mi törődjünk a saját életünkkel, ez a lényeg, és foglaljuk el magunkat olyan dolgok, amit szeretünk, szívesen csinálunk, azok az emberekkel vegyük magunkat körül, akiket kedvelünk, elfogadunk, és akkor már rögtön jobban fogjuk érezni. Mindezek mellett nyilván van egy olyan hírfelület a közösségi oldalakon, a különböző ilyen találkozási pontokon, azért árad az információ, áradnak a hírek, és nyilván ennek megjelenésével ott 2010 körül azért elindult egy olyan folyamat, akár a televíziós műsorok kapcsán is, megváltozott az életünk, megváltozott a befogadó képességünk. Ez irányban nyilván vannak fals információk, nyilván vannak helyes információk, vélemények, ezeket hogyan kell tudni kezelni? Tehát sokan azért, és ezt szerintem bevallhatjuk, rámennek a Facebookra, azt olvastam, hogy ezt, igen, és akkor én így fogom tenni. Hol van ennek? Kinek van itt a felelőssége? Hogyan tudunk mi ebben a mindennapokban, ami magunk igazságát megtenni? Van ez az oldal, biztos ismeri, a hírcsárda, ahol ilyen paródia híreket gyártanak, valódi vagy nem valódi közéleti hírekről. És nagyon sokszor előfordult, hogy a hírcsárda híreit, ami ilyen veretes marhaságok, tehát nyilvánvalóan nem igazak, hanem ilyen parodisztikusan gyártott hírek, ezeket az emberek költették a Facebookra, és terjesztették, több ezer példányban osztották, mert elhitték, hogy nem tudom én, Zámbó Jimmy kikelt a sírból, és az oldvilágnál csókolózott a Gáspár Evelinnel. Szóval nem, mondtam valamit. Tehát, hogy az emberek hajlamosak arra, és egyébként ez mindig így volt, de az online életünk betörésével ez végletesen elmélyült, hogy amit látnak, azt zokszó nélkül elhiszik. Tehát a Facebook ráadásul, ahol anonimitás van nagy részt, és ellenőrizhetetlen forrásokból érkeznek az információk, a Facebook különösen alkalmas arra, hogy ezt a fajta kontroll nélküli hitet elmélyítse az emberekben. Na most ez egyrészt nagyon veszélyes, másrészt pedig mindenkinek résen kell lenni, és a kérdésére azt tudnám válaszolni, hogy gondolkodni kell, és az egyes híreket nem szabad. Tehát a hírek önmagukban, mondom ezt én, aki 30 éve ezzel foglalkozom, azok már valamilyen szándékkal készülnek. Tehát az csak mondjuk középső csoportos óvodások hihetik, hogy van független sajtótermék, ahol lárpurlár, hogy örömet okozzanak az olvasóknak, időt, fáradtságot és nagyon sok pénzt feláldozva megpróbálják tájékoztatni az embereket, hogy ők legyenek a 2350. tájékoztató médium. Valójában kőkemény érdekekről van szó, szóval ezek általában politikai, gazdasági természetűek. Mindenki kiválasztja a repertoárból, amit a legszívesebben fogyaszt, csak tudnunk kell azt, hogy ezek a hírek és a tájékoztatás kivétel nélkül valamilyen hátsó céllal készül. A Facebookon ráadásul ilyen kamucsoportok, kamu oldalak, néha csak simán pénzszerzésért, tehát hogy a like-ra fizetnek, néha pedig titkos szolgálati és nagyhatalmi célokkal manipulálják az embereket, de nem egy-két ezeret, hanem akár 10-100 millió embert is manipulálnak. Az amerikai vagy az amerikai elnökválasztás pontosan megmutatta mindkét oldalnak az elszántságát, hogy ezt igénybe is vegye. Tehát én azt gondolom, hogy a józan eszünkkel kell a hírekhez közeledni, nem szabad elhinni zokszó nélkül semmit, ami le van írva. És én mindig a magam részéről, bár nyilván jobban belelátok a hírek mögötti világba, de azért, hogyha mondjuk 30% az átlagembernél, 50-et látok, tehát nekem sincs fogalma egy csomó dologról, de én mindig úgy szoktam híreket olvasni, hogy megnézem azt, hogy kinek használ, kinek az érdeke ez. Hogyha ezt olvasom, akkor mi van a háttérben? És amikor a tendenciózusan az 5.-10. hasonlóan csomagolt hírt látom, akkor már meg is van a válasz. Szóval több józanság, ha már politikai közéleti hírekkel foglalkozunk, de egyébként én azt mondanám a kedves olvasónak, hogy menjen el választani 4 évente, meg egyébként a szimpátiája alapján támogasson közéleti pártokat, de nem kell a kelleténe jobban ebbe elmerülni. Tehát én politikai újságíró vagyok, ebből élek, és ehhez értek, de mondjuk ha valaki nem ez, akkor én azt gondolnám, hogy
hogy sokkal fontosabb a családra, a kedveléseire, a valódi szakmájára, a hivatására összpontosítani, mert egyrészt úgysem fogja megváltani a világot az 1, 3 vagy 10 szavazatával. Másrészt szerintem ebben az cudar is elvadult közéletben a politikai agitáció már mindenkit taszít jobbról és balról. Tehát, hogyha elkezdett téríteni, vagy elkezdi téríteni a szomszédokat, a rokonokat, ez még 20 évvel ezelőtt elment, de ma már szerintem mindenki tele van a hócipője mindennel. Úgyhogy több horgászás, több sport, több kirándulás, nem kell mindig politizálni. Mondom ezt én, aki politikával foglalkozom, de ezt javasolnám, mert nem fog ez menni, tehát attól még minden ugyanúgy marad. Tehát menjen el az illető, válasszon, persze, adjon bizalmat, és akkor nagyjából itt véges a dolog, szerintem. Amikor cudar és elvadult közéletet fogalmaz meg, nyilván, hogyha a hét fontosabb történéseit is látjuk, és azért az adok-kapoknak azt a részét, amikor már le lehet, most bocsánat is idézőjelben mondom, és idézek, le lehet hülyézni a kormányt, vagy meg lehet fogalmazni tényleg olyan jelzőket, amelyek nem elfogadottak, vagy nem mindennapiak, főleg nem a közéletben. Mégis itt egy helyzet ma Magyarországon, és itt van ma a politika. A politika kezeli így, a másik oldal kezeli úgy, de ugye szoktuk azt mondani, hogy nyilván akik vezetik ezt az országot, akik azt gondolják, hogy hangadóak a mai magyar politikában, van véleményük, és hogy ön fogalmazott, vannak követőik, vannak választóik. Ön hogyan látja, vagy hogyan érzékelte? Borítékolható volt az, hogy ebben a vírushelyzet kezelésében sem lesz közeledés a mi érdekünk, vagy a választók érdekében? Teljesen egyértelmű, hogy borítékolható volt, hiszen az ellenzék az első perctől kezdve egy masszív kampánnyal rugaszkodott neki a kormány bármilyen válság kezelésének, tehát elképesztő erővel nyomta a propagandát, miközben a kormány a maga propagandáját nyomta a másik oldalról. Tehát itt ez folyamatosan zajlik, itt két világ összeütközéséről van szó, és de naivítás lenne azt mondani, hogy azért, mert járványban leállnak a főszereplők. Én nem akarom ilyen távolságtartóan mondani ezt, mert benne vagyok. Tehát mondom még egyszer, van véleményem nyilván, még egyszer mondom, tudják, hogy kormánypárti vagyok, és magam is újságíró, tehát a véleményem megvan, de amit nem tartok annyira méltányosnak, az az, hogy itt egy pillanat tűzszünet sem volt. Tehát itt mindenki agyba füve lövi a másikat. Valószínűleg azért, mert jövő tavasz a választások lesznek Magyarországon is, azért itt már ősztől ráfordul a kampányra mindenki. Aztán majd meglátjuk, az már egy más mérlegelés tárgya, hogy kikerül ki jól ebből a helyzetből, hogy mi a politikai hasznuk, de szerintem hagyjuk meg a politikusoknak, tehát mi próbáljuk kikecveregni, sőt meg se kapni a Covid-ot, mert az a leg. Ugye eltelt mégis ez az egy évön, hogy látja ma, ugye egyénről is beszéltünk, társadalomról is beszéltünk, de talán megmaradva az egyén helyzeténél, megváltoztak a körülmények, megváltoztak a lehetőségek. Ugye a miniszterelnök úr ma reggel már úgy fogalmazott, hogy köröm szakadtáig fogok harcolni a munkahely megtartásért és teremtésért. Hogyan fogja majd ez a következő éveket meghatározni az a helyzet, ami most előállt? Hát egy kettős jelenséget érzékelek. Egyrészt a magyar gazdaság ugyanúgy lelassult és megtorpant, mint a világgazdaságban bármelyik nemzeti gazdaság. Ennek a lemaradásnak a mértéke a statisztikák szerint az Unióban messze nem a legrosszabb, de ennek ellenére természetesen nagyon súlyos válsághelyzet van. Tehát ha belegondolunk, hogy a vendéglősök például egy éve először fölérték a tartalékaikat, majd pedig akinek volt egyáltalán, most pedig tényleg szó szerint a mencsvárként tekintenek a májusi-júniusi szezonkezdés lehetőségére, vagy ott vannak például a zenész barátaim, előadó művészek, csak két társadalmi csoportot emelek ki, akiknek, ha nem híres emberek és nincs raktárkoncertjük, akkor gyakorlatilag felakasztották a gitárt a falra egy évre. Tehát itt olyan társadalmi jelenségek is zajlanak, amelyek nagyon elkeserítőek. De ez egy világjárvány, tehát mindenki pontosan tudja, most ahol óráról órára szökik fel az esetek száma, nem lehet enyhíteni. Hát ha most enyhítenek, akkor egy ugyanolyan hatalmas kórházzá és halottasházzá alakul át Magyarország, mint amit Olaszországban láttunk tavasszal. Tehát az összeomlás bármikor bekövetkezhet. Szlovákia és Csehország ott táncol az összeomlás szélén, mi eddig elkerültük, és bízom benne, hogy így lesz. Ilyen helyzetben az, hogy
hogy most a munkanélküliség mennyire szökött fel, vagy a GDP hogy áll, vagy az államháztartási hiány mennyi, azt hiszem teljesen másodlagos kérdés. Tehát először lábaljunk ki közösen ebből a bajból, aztán majd jöhetnek a gazdaságvédelmi intézkedések, és meglátjuk, hogy ennek a kormánynak az erőfeszítéseit a választók jövőre mennyire tolerálják. Egy hét, illetve kettő gyakorlatilag, és emlékezünk és fejet hajtunk a 48-as, 49-es szabadságharc harcosai előtt. Ma ebben a helyzetben ön hogy látja március 15-e, mit üzen, vagy mit kell üzennie? Március 15-e örök az üzenete. Tehát a március 15-e egy erősen ideológiai hatású 24 órás eseménysor volt Pesten és Budán. Amit egyébként a kommunista időszakban szerintem alaposan eltorzítva adtak elő, nem főszereplőket domborítva ki, hanem bizonyos ideológiák alapján vállalható embereknek a tevékenységét. De március 15-e azelőtt és azóta is a magyarság egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. Tehát szerintem mindig úgy éreztem, hogy március 15-e az az újrakezdés. Tehát nem véletlen a március közepén a fiatalságról szól, a Petőfiről, Jókairól, Vasvári Párról, a többiekről, és a hűségességről. Nem olyan régen, lehet, hogy már egy-két éve is van, írtam egy eszét a Demokratába, éppen arról, hogy mi lett a márciusi ifjakkal, és nagyon érdekes, hogy szinte mindannyian bevonultak katonának azonnal, hogy lezárult. Mert ugye ott elveszítjük őket március 16-án szem elől, legalábbis a magyar közvélemény, de mindannyian bevonultak. Vajda János például tiszt is lehetett volna, de honvédként kérte magát a délvidéki hadszíntérre. Petőfi sorsa közismert, Vasvári Pállal az érchegységben román névfelkelőt végeztek. Jókainak, Irinyinek, másoknak bujkálni kellett a szabadságharc leverése után. Tehát személyesen nem csak beszéltek a nemzeti sorskérdésekről, hanem ugyanúgy, mint az 56-os rácok, pesti srácok, fegyvert fogtak és megpróbáltak valamit kicsikarni. Ez a bátorság örök, ez a példa örök. Nincsenek kétségém afelől, hogyha még egyszer ilyen helyzet állna elő a nemzetnek egy, lehet, hogy kisebbsége, de ugyanilyen bátran is, és derekosan viselkedne, de inkább ne kerüljön sor egyelőre. Jó van ez így, ahogy van. És az külön furcsa lesz a mostani március 15-ében, de sajnos kezdjük már ezt megszokni, hogy tömegek, beszédek és ünnepi hangulat nélkül telik majd el. De hogyha ez az ára, hogy az ország felterpeszkedjen egy kicsit ebből a vírusból, akkor legyen. És október 23-án, vagy akár augusztus 20-ára már valamennyire nyerjük vissza a régi életünket. Azt mondja, március közepe az újrakezdés, és nyilván mi hamarabbi gyógyulást, és nagyon jó egészséget kívánva azért, ha már újrakezdés, még a végén így megkérdezném, mik a közel távoli tervek az év első felében, hogyan tervez? Be kéne gyógyulni először, most minden kiesett és mindent át kellett szerveznem. Dolgozom egy sport témájú könyvön, ami Boszniához és Magyarországhoz kötődik. Egyébként elmondhatom, hogy a Videoton 1984-85-ös nagy menetelésének egy pillanatáról szól, egy riportkönyvet írok Csuvai Józsefről és a Videoton történelmi győzelméről, Zselyeznicsár felett. Elmegyünk majd, úgy néz ki, Szarajevóba is. Ezen dolgozom. Rudán Joe, Rudán József rockénekes, aki a Pokolgépben és a Kódában és a P-mobilban énekelt. Most már jó ideje dolgozunk közösen az életrajzi könyvi. Lehet, hogy ez idén megjelenik, most már ennek is a végén járunk. És még van egy olyan filmterme, amiről babonából nem beszélek, az is nagyon jól áll most. Tehát meglátjuk, hogy sikerül. Terv az van elég, csak a test erőtlen, hogy mondani szokás. A lélek kész. De majd lehet, hogy segít rajta a rock. Higgyel nekem, hogy itt egyébként a Covid-ban egy dolog jó, hogy az ember, én például minden western filmet láttam már. Tehát mindenre van idő. Először megnéztem a klasszikus westerneket, utána a B-kategóriásokat, a spagetti westerneket. Most már a C és D kategóriát látom. Úgyhogy ha bárkinek western filmekben van kérdése, keressen meg, én Gary Coopertől, John Wayne-en keresztül mindenkit ismerek, mindent láttam, úgyhogy hát ezzel telik az idő. Néha kimegyünk a kertbe, próbálunk egy kicsit mozogni, de az sem egyszerű. Úgyhogy bízunk benne, hogy komolyra fordítva a szót, ennek vége lesz valamikor. És akkor mondom még egyszer, azt nem hiszem, hogy a régi életünket teljesen visszakapjuk. Tehát itt valami történt, ami visszafordíthatatlan, de
de újra normális életet fogunk tudni élni, reméljük nyár. Mindenféleképpen jó erőt és jó egészséget kívánva, megköszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az Árpád Agrár ZRT legfőbb kultúrája a paprika. A jó gazda gondosságával kérdezzük dr. Csikai Miklós elnök vezérigazgatót a szegvári telephelyen, a tavalyi évben épült 2,5 hektáros új üvegházban a paprika örökségének hagyományairól. Értékteremtésről beszél dr. Csikai Miklós akkor, amikor témánk a paprika. A paprika, mely az Árpád Agrár ZRT logójában is szerepel. Ezért vannak a fejlesztéseink, ezért mondom én nyugodt szívvel mindig, amikor egy-egy új üvegházat adunk át, hogy ez legalább 20-25 évre 10-20 embernek hektáronként, inkább 20-nak ad értékteremtő munkát, lehetőséget, megélhetést. No de ne siessünk ennyire, kezdjük a legelején. Az elődök, az ősök tisztelete az egyik legfontosabb tulajdonság, ha a legjobban és a legeredményesebben szeretnénk végezni munkánkat. Dr. Csikai Miklós, az Árpád Agrár ZRT elnök vezérigazgatója korábban így fogalmaz. Figyelj, tanulj, érts szót, becsüld meg a kétkezi munkát, figyelj élettapasztalataidra, építs közösséget, legyen hova tartoznod. A 20. század első felében is így kezdődött a történet a bulgár kertészek szegvári letelepedésével. És ők honosították meg a korai paprikát itt, meg egyáltalán a paprika kultúrát. És azok a kertész eleink, akik megismerkedni, dolgozni hozzájuk jöttek, megtanulták ezt a szakmát, mellettük alapították az Árpádot sok évvel később, és hála Istennek több mint 6 évtizede az Árpádnak is ez a típusú paprika jelzője mindenütt, minden logónkban, minden kiíratban, mert azt hiszem, hogy nem kellene elfelejteni az elődök, az ősök tiszteletét ezen a területen sem. Beszélgetünk tovább arról, hogy vajon miért alkalmazkodik annyira pontosan az Árpád a fogyasztói igényekhez. A 12 hónapon át termő kultúra, ropogós és zamatos étkezési paprika hány száz és sok ezer ember egészségét táplálja, erősíti. Ezért érdemes dolgozni, és a terület mellett azt is belátni, hogy az egészséges hazainál nincs jobb ezen a földkerekségen. Tudjuk, hogy egészséges, tudjuk, hogy föltétlenül szüksége van rá az élő szervezetnek, és én azt gondolom, minden fejlesztéssel, lépéssel, amikor a kultúra megóvása érdekében és piac bővítése érdekében tevékenykedünk, hogy értéket állítunk elő, ami nélkül nagyon nehéz meglenni. Most nem akarom azt mondani, hogy aki nem eszik paprikát, annak vége a világnak, de nekünk ezt a hagyományt kell ápolni, erre van adottságunk, és ha sikerül az áruházakban is megkülönböztetni ezt a terméket az érkező importterméktől, hogy kikerülhessen a polcra, ezért kellett megalakítani annak idején a délkertész előtt még a korai zöldségtermesztési rendszert, mert akkor is azt mondtuk, hogy nekünk egységesen kell megjelenni, nem az áruházak előtt garabolyból, kosárból árulni a különböző minőségű termékeket, hanem a polcon kell ott lenni, és hogyha ennek a polcnak a szabadságát úgy kapjuk meg, hogy valóban megkülönböztetjük értékének megfelelően a magyar paprikát a messzi sok ezer kilométerről érkező importárukkal, és ebben a kereskedők is partnereink lesznek, akkor én azt hiszem, hogy nekünk nem kell tovább agitálni emellett, mert a fogyasztó el tudja dönteni, hogy egy ilyen illatú,
frissen szedett árut vesz le, még akkor is, hogyha ennek esetenként magasabb az ára, mint a nagyon nehéz ellenőrzését meg kitett vagy ki nem tett árunak a polcon, akkor majd ő választ. De a küllemében, a megjelenésében, a beltartalmi értékében és mindenben ez egy más kategória. A tavalyi évben épült 2,5 hektáros mindent tudó új üvegház beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen nagyon jó a hő elosztása, precíz az energiaernyő és hatékonyan működik, a ventilátorok is profin végzik a dolgukat. Tehát, ha az üvegházban egy félfokos hőmérséklet különbséget érzékelnek, akkor már bekapcsolnak és kiegyenlítik azt. Tegnap beszélgettünk arról, hogy miért van az, hogy egy egyszerre ültetett paprika, kérdezte egy nem kertész kollégám, itt más számot mutat, mint ugyanekkor ültetett Szent Lászlóba. Mondtam, hogy nagyon egyszerű, 2-3 okot említek csak, ott nincs talajfűtés. Itt a növénynek a gyökérzet optimális fejlődéshez szükséges hőt alulról is kapja. Itt alig van árnyékoló felület, ott pedig az összes fűtőcső fönt van, és nagyon sok árnyékot vet a növényre. Ilyen fényszegény időszakban, mint volt ezen a télen, ez rengeteget jelent, hogy mennyi fényt kap a növény. Nincs párásító berendezés, és sok minden más, ami kell a növénynek az optimális fejlődéséhez, nincs meg, ezért mások is a teljesítmények. Talán egy kertész kollégámat idéző, úgy mondom, hogy Szegváron John Deere traktorba hoz hasonló körülmények vannak a paprikánál. Szent Lászlóban a 40-45 évvel ezelőtt épített üvegházak viszont még MTZ színvonalon vannak. Ennyi a kettő között a különbség. Mindegyikkel el lehet érni valamilyen teljesítményt, de egy MTZ-től nem várjunk el John Deere teljesítményt. Egy John Deere gép mellett, idézőjelben mondom, meg nem elégedhetünk meg egy MTZ-s teljesítménnyel. És ez a paprikára is így igaz. A paprika a magyar gasztronómia egyik alapvető zöldsége. Fogyasztjuk nyersen, főzve, speciális magyar ételek, például a lecsó vagy a töltött paprika alapanyagaként, de feldolgozva önmagában is, vagy egyéb zöldségfélékkel vegyesen. Cecei nevű fajtája bejegyzett hungarikum. A fogyasztó le tudja venni azt, ami esetleg egy kicsit kisebb, de igazán ez a nemesítésnél kezdődik. Mi megszoktuk a úgynevezett cecei típusú paprikának nevezték ezt, régebben onnan indult, ennek a nemesített legkülönbözőbb változatai, amik már a új kártevő kórokozó ellenállásával is rendelkeznek, hogy azért mégis télen is lehessen termeszteni növényt, de ismerjük a más típusokat, a pirosra, zöldre színeződő kaliforniai típusú nagypaprikákat, vagy a bocskor paprikákat, vagy a kápiánok nevezetteket. Ez divat is egyrészt, hogy aki salátának akarja, hogy színes salátát tudjon szelni a többszínű, de én úgy gondolom, hogy aki a magyar fehér paprikát szokta meg, évtizedeken keresztül az ragaszkodni fog ehhez az ízhez, mert nem mondom, hogy jobb, ez más, ez ízlés kérdése is, de aki ezt szokta meg, ezt szereti, és én remélem, hogy mi ezt a vevői igényt tudjuk szolgálni azzal, hogy ilyen típusú paprikát állítunk elő a paprikák közül legnagyobb mennyiségben a hegyes csípős, meg a bocskor típusú paprikák mellett. Ez fényes, szép. Ha lenne egy késnállam, ketté vágjuk, vastag húsú, ez legalább 6-8 mm vastagságú gyümölcs, ami fogyasztható belőle. És ahogy említettem, már voltak kísérletek, és ezt most igazoljuk a Gödöllői Szent István Egyetemmel. Szeretnénk, hogy a frissen szedett és a messziről érkezett primőráru, nem csak paprika, paradicsom is, milyen beltartalmi értékekkel bír,
és az elmúlt év mérései szerint, ahogy a kutatók, az oktatók elmondják az első eredményeket, maguk sem hitték, hogy akkora differencia tud lenni egy friss paradicsom és egy hosszú idő óta messziről érkezett paradicsom vitamintartalma, beltartalma értéke között a magyar frissárú javára, és ezt kívánjuk igazolni most paprikába is. Ezek a vizsgálatok elkezdődtek, és merem remélni, hogy még ez év nyarán a széles közönségnek, gyakorlatilag a királynak, akinek mi termelünk, mert a vevő a meghatározó, a vevő a király, el tudja majd dönteni, nem csak szemmel, ízre, hanem valóban igazolni tudjuk beltartalmilag is, hogy az általunk Magyarországon ilyen bő napfényben termesztett, csökkentett vegyszer vagy vegyszermentes áru mennyivel egészségesebb, mint amit máshonnan hozunk. Igen, ez a paprika, amely több, mint egészség, több, mint hagyomány, több, mint életérzés. Ez az Árpád garanciája. Kedves nézőink, program ajánlónk az online tereket ajánlja. Március 15-én 11 órától a Szentes Televízió Facebook oldalán láthatják Szentes Város megemlékezését, tehát március 15-én online módon kerül megrendezésre, hiszen az ismert járványügyi helyzet miatt minden program elmarad. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk véget ért. Legközelebb, holnap 17 órától várjuk Önöket ismét. Már a kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!